Nagyon szépen köszönöm. Mondhatom, hogy Robi? Persze. Hogy és ismét eljöttél, és ennek több oka is van. Az egyik oka az, hogy régen találkoztunk, a másik oka pedig éppen ez a nagyszerű május utolsó vasárnapja, a Nemzetközi Gyereknap, és hogyha valaki foglalkozik gyerekekkel, és gyerekeknek verset írt, és ír folyamatosan, azt hiszem, hogy akkor mindenféleképpen a költőt meg kell kérdezni, hogy miért is született például a Béka csókja, ami ugye egy kicsit fordítva van, mert nem a béka csókolja meg a király kisasszonyt, hanem ez fordítva. De hát ezt azért hoztam szóba, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó gyerekversek vannak benne, és én mindig hozzáteszem, hogy tulajdonképpen a gyereknek írod, de a felnőttek is tanulhatnak belőle. Igen. Na szóval akkor most már adom át a szót. Hogy adtad a fejed arra, hogy elkezdjél verseket írni annak idején? Miután van tisztességes foglalkozásod is, majd rátérünk néhány. Igen, ez egyszer csak elindult, hogy egy barátom még kislányának kellett az iskolába névnapi verset írni, és akkor ők kérték meg, hogy tudták, hogy néha-néha írok, akkor nem írnék el, és akkor egész jól sikerült, és onnantól megnyílt egy csatorna, és valahogy dőlnek a versek. Ez nagyon jó. Na most tudod, ugyan amikor azt szokták mondani a színházban, hogy a gyerekeknek ugyanúgy kell játszani, mint a felnőttnek, csak egy kicsit jobban. És a versekre és a te verseidre is ez nyilván igaz, hogy a gyerekeknek is ugyanúgy kell írni, csak egy kicsit jobban. Úgyhogy a gyerekektől kaptál-e visszajelzést? Nagyon sokat folyamatosan kapok, hogy felveszik, ahogy felmondják, vagy ugye dalok is vannak belőle, feléneklik, igen, küldik a kedvenceket, rajzolnak, lerajzolják a bent lévő képeket, vagy saját képeket, úgyhogy az tényleg szinte heti szinten jönnek a visszajelzések. Ez nagyon jó, és egyáltalán hát buzdít tulajdonképpen az egészséges életmódra is, mert itt van Sóska Jóska, meg itt van Répa Réka, meg harcsa-marcsa, úgyhogy tulajdonképpen itt az ételek mellett itt szerepelnek természetesen az évszakok is, meg kisebb állatok, nagyobb állatok. Igen, a természet úgyhogy, az egy ilyen kedvenc témakör. Na, ezt akarom mondani, hogy nyilvánvalóan nem véletlenül születtek meg ezek a versek, mert akkor nyilván jóba vagy az öldekkel és a természettel. Nagyon-nagyon, és így buzdítom is gyerekeket, meg a másik könyvben a felnőtteket is arra, hogy így természetben minél többet lenni, enni. És különösképpen ebben a mostani időszakban, hát ugye a gyerekek még mozgékonyabbak, és sokkal több mozgás van bennük, mint amennyit sajnos most nem tudtak mindig kiadni, éppen az otthontanulás miatt, és még sorolhatnám. De hát végre talán most már eljött a jobb idő, és még most is aktuális a dal és a vers, hogy szevasz tavasz. Hát igen, akkor az is megjött, és a másik, amit mondani akartam, hogy itt a természet szeretete, de hát itt megjöttek nyilvánvalóan a különféle évszakok is. No hát ez zöld erdőben, tessék, így nyílt ki véletlenül. Na, szóval ez a béka csókja, ez megjelent, meg is zenésítettétek a verseket, és ott előtted is van, mutasd meg légy szíves a másikat, a Róka lakoma, ez is, majd mindjárt megnézzük. Ez már egy következmény, ugye? Akkor itt ez már utána jelent. Igen, ez a második. Ez a második, és hát szóval azt hiszem, hogy itt is játszanak a színek, és visszatérve a béka csókjára, mert abban, ha jól emlékszem, van egy lila liba. Jó, pontosan. És akkor ezt most kinyitom, azt mondja, hogy színpompa, és akkor itt is van piros, meg sárga, meg barna, meg kék, meg minden, úgyhogy azt hiszem, hogy a színekkel is jó viszonyban vagy, ugye? Igen, igen. Természet, színek, az elég sok versbe visszaköszön. Ez teljesen magától jött, hogy jöjjön egy következő kötet, vagy erre már kaptál valamilyen felkérést? Ez kérdezi, amikor így az első könyvvel indult, akkor egyből így úgy jönnek a versek, és most már azt is tudom, hogy a következő gyerekverses könyvnek mi lesz a címe, és de az most versek. Még titok. Az még titok, igen, igen. Az még készülőben van, és majd talán jövőre. Na most nem akarom kétségek közt hagyni a nézőket, de ezért mondtam úgy félig viccesen, és remélem nem maragszom megérte, hogy van neked tisztességes foglalkozásos is. Nem is egy, hanem hát most várja, melyikkel kezdjük? És milyen nyelven szeretnél mondani? Igen, amiből élek végül is, az olasz fordítás, tolmácsolás, olasz üzlet embereknek, pontosan, igen, igen. És az olasz tudásodat azt hol szerezted?
Hát én miután német nyelvtanárként végeztem, akkor... Rendben. Német nyelvtanárként végeztél, és ugyanakkor most az olaszból élsz. Igen, mert elkezdtem külföldön barangolni, dolgozgatni, és többek között Olaszországban is, úgyhogy ott indult ez az olasz tanulás, és végül is ez lett belőle egy ilyen hivatás munka is lett, hogy megtanultam olaszul. Na jó, hát akkor én azért csak nem hagylak még ilyen értelemben békén, mert az, hogy elkezdtem barangolni, hát azért erre, hogy annak idején szokták mondani, hogy földön, vízen, levegőben, de hát azért a barangolásnak nyilván volt eleje, közepe, meg vége. Hát volt, igen, ott... Mondjuk sétából nem lehet megélni, úgyhogy azért nyilván sok mindent csináltál. Hát Olaszországban konkrétan gyerekeket tanítottam angolra, németre, mert ugye azok mentek így. Jó, álljunk meg egy szóra, német nyelvtanárként végeztél, most az olasz, és angolra is tanítottad a gyerekeket. Hát igen, az is úgy jött közbe, hogy azt meg szerettem, meg hasznos, fontos, úgyhogy azt is megtanultam, és ott meg azt meg Amerikában egy luxushajón voltam pincér, és ott tanulgattam, vagy ott használtam főleg, úgyhogy... Hát az nagyon jó. De azért, hogyha az irodalmi angolt tanítottad a gyerekeknek, az nem ugyanaz volt, gondolom, mint Amerikában a hajón. Nyilván, ez egy kicsit más, meg egyszerűbb volt. Egyik kedvenc példám, hogy forgattunk éppen Amerikában, ez még a Királyi TV-ben volt, és valamilyen bárszerű helyre bementünk enni valamit, direkt nem mondom a céget, és akkor a rendező nő, aki angolos volt, és oda ment a pulthoz, és azt mondta, hogy can I have a Coke, please? És akkor ott nézett rá a pultos, fogalma sem volt róla, hogy mit, és erre nem mondtam neki, hogy itt most nem arról van szó, nem oxfordi angolt kell itt beszélni, figyelj csak! És jött egy vendég, egy másik, aki oda könyökölt, és azt mondta, hogy Coke. És annyi, az volt a lényeg. Az volt. Na, hogy nem akarom én bántani az amerikaiakat, de tényleg, hát te jártál arra meg sok felé is. Na jó, hát akkor itt van tényleg, mondom, és ezt meg is zenésítették, erről majd még szó lesz, meg hát fogunk mi még beszélgetni. De most itt van a legújabb köteted, Legyél fecske, csinálj nyarat. Na most ezt ugye azt mondtad, amikor beszéltünk, és amikor én is megnéztem a könyvet, hogy ezek a versek most felnőtteknek szólnak. Úgy van. Na most nehogy azt így a drága jó néző, hogy itt most olyan versek vannak, amiket a gyerekek nem tudnak, vagy nem lehet, hogy elolvassanak. Mondjam azt, hogy van olyan, ami szülői felügyelet mellett, de van olyan, ami nyugodtan, mint egy jó tanács is a gyerekeknek, és engedelmeddel idézek belőle néhány sort, az légy, aki vagy. Hát ezt az légy, nem csak Charlie énekelte el, hanem nem véletlenül mondom Charlie-t és a szöveget, hanem tényleg itt teljesen önkényesen kiválasztva ebből azt mondja, hogy lehetsz rossz csont gyerekecske, vagy szárnyaló füstifecske, lehetsz gyáva, lehetsz bátor, te lehetsz a Terminátor, magyar lány vagy magyar legény, akár gazdag, akár szegény, amit adtál, azt kapod, ma írod a holnapot. És a gyerek ezen elkezd gondolkozni, és akkor itt a végkifeljelet azt mondja, akárhol is vagy, az légy, aki vagy, szívet használd, ne csak agyad, így találod meg önmagad. Hát ezt nyugodtan iskolában gyereknek lehetne tanítani. Tulajdonképpen igen. És amikor ezt írtad, akkor gondoltál már erre? Valójában nem. Ugye, mert nem. Ezt elmondják a költők, hogy tulajdonképpen a verselemzők mindig többet tesznek bele. Szerintem is, és nem az a fontos, hogy a költő mire gondolt, miközben írt, hanem hogy az olvasónak mi jön át, mit ébreszt benne, esetleg cselekvésre készteti, megmozdítja, érzelmet kelt, úgyhogy szerintem persze, az a fontos. Szóval azért mondom, én össze is firkáltam, mert ide bejelöltem, ceruzával ki lehet radírozni, szóval ilyeneket, és ezért mondom, hogy tulajdonképpen a másik dolog pedig szintén gyerekeknek, de igaz, hogy felnőtt a kötet, hát ezt mondtad, de azt mondod, hogy hová ez a rohanás? És akkor azzal így kezdődik, hogy mondd, hová ez a sietés, rohanás, teperés, mondd, minek ez az örökös kavarás, keverés. Teljesen önkényesen, megint ide jegyeztem magamnak, hogy a rohanó élet, a digitális világ, és nincs egy pillanat szünet. Igen, valójában ebbe ilyen sok életképet szedtem össze, ami mindenki megtalálja a magára vonatkozókat, és valóban, ahogy mondtad, hogy jó tanácsokat, ötleteket próbálok, meg löketet, tehát az egész könyvnek az a célja valójában, hogy így egy kicsit mozdulj meg, cselekedj, és kicsit szakadj ki a mókuskerékből, mert a legtöbben talán így
dolgoznak egész nap, utána hazamennek, otthon is dolgoznak, aztán este egy kicsit a gyerekkel játszanak, vagy tévét néznek, és minden nap így megy, és közben azt se tudják, hogy mit szeretnek csinálni, vagy ha tudják is, hogy mit szeretnek, akkor nem csinálják, és ehhez próbál egy kis löketet adni ez a verseskönyv. És akkor te hogy szoktál kikapcsolódni, mert hát munka van, dolog van, és akkor tessék szíves lenni, ha már szóba hoztuk a mozgást, akkor... Mozgás is van, most egyelőre csak futás, de én a kertbe tudok nagyon jól kikapcsolódni. Ja, hát van egy hatalmas kertünk, és ott aztán tényleg... Fára is mászol? Fára is mászok, de inkább ölelgetem, a kis energiacsere. Mindenszerű. Aztán meg hát hatalmas vetemény van, meg gyümölcsfák, úgyhogy ott el lehet lenni, lehet töltődni igazán. Na most, amikor én az előbb szóba hoztam, hogy hát... tényleg sok mindennel foglalkozol, akkor engedelmeddel, hát nem nevezzük meg a művészt, mert nem azért, mert nem szabad, hanem mert most nehogy más megsértődjön, hogy nekik nem írsz, neki megírsz, és akkor azt hiszem már kitaláltad a gondolatomat, mert dalszövegírással is foglalkozol. Igen, most... Ezért mondtam, bocsánat, csak egy fél mondat, hogy nem véletlenül mondtam Charlie-t, hogy az végeti vagy, értem. Tessék, igen, ezt most próbáltam meg először, és állítólag egész jól sikerült már, kaptam visszajelzéseket, és nagyon élveztem, és különben más, mint hogy, mert általában ugye én megírom a verset, és utána van esetleg belőle megzenésítve, és akkor dal lesz. Itt viszont meg volt adva a dallam, fel volt dúdolva, és nagyon sok mindenre kell figyelni, nem is gondolná az ember, hát, tehát hogy úgy, a ritmus ugye az nekem mindig nagyon fontos, meg a viszonylag tiszta rímek, azokat szerettem volna ebbe is belevenni, és nagyon kellett figyelni a hosszú, rövid magánhangzók, mással hangzó torlódás, hogy jön ki tényleg a ritmusa, úgyhogy érdekes feladat volt. Igen, és tudod, ilyenkor szokták azt mondani, vagy megkérdezni, hogy már mint a szerzőktől, hogy mi volt előbb a dal, a zene vagy a vers, és akkor egyiknek ez jön, a másiknak az jön, világos, de és ezt nagyon jó, hogy mondtad, és azt hiszem akkor még jobban érthető, amikor most elmondtad a ritmus, rövid, magánhangzó, hosszú, stb. Mert éppen itt van az angol. Hát ugye egy időben nálunk is csak angolul énekeltek, hát aztán szerencsére már magyarul is, de tulajdonképpen, hogyha az angol nyelvet nézed, először is rövidebbek a szavak, és ott például most beszéljünk mondjuk a könnyebb műfajról, nem könnyű, nem szeretem azt, hogy könnyű zene, mert zene jó vagy rossz, hogy szóval például az angol nyelvterületen szöveget írni és a ritmust összehozni, az sokkal könnyebb. Mert nincsenek benne olyan hosszú szavak, mint a magyarban. Igen, és akkor erre nagyon kellett figyelned, és szóval ezek úgy készültek, hogy nagyon sokat kellett filózni azon így ülve, hogy most tényleg rövid, vagy a ritmusra rápróbálni. De valójában nem kellett filózni, tehát így valahogy gondolkodnom sose kell. Hát egyszerűen csak úgy érezni, hogy így ez most működik, passzol, ez most így nem passzol, nem hangzik jól, mert ugye megvolt a ritmus, meg a dallam, úgyhogy inkább játszani kellett vele, hogy minél jobban kijöjjön. Na jó, én nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Egy utolsó kérdés, mikor lesz a következő könyv? Ha már nem árulod el a címét, de ezek szerint úton van. Szerintem jövő tavasszal. Mindegyik könyv tavaszi volt, eddig minden tavasszal, úgyhogy jó. Hát ha ez is hát sikerül. Akkor én jövő. Akkor a címmel köszönök el tőled. Szevasz tavasz. Köszönöm szépen a meghívást. Tavasz, te kis ravasz, berobbantál, mint egy kamasz. Melengedsz te szívet, lelket, rendbe hozzuk most a kertet. Édes drága hóvirágom, köszönlek, de alig várom. Hadd szaladjak ki oda, hol nyílik az ibolya. Illatában fürdök némán, annyi csoda vár még én rám. Friss levegő, bicaj, foci, rukkolával töltött poci, fecske száll az ereszt felett, újabb párunk megérkezett. Csibe csipok kint a kertben, boldog vagyok minden percben. Drága tavasz, kérlek maradj, míg jön a nyár.